Készen állok, skacok! Megyünk a rendőrségre végre dolgozni! Újra! Megyünk a rendőrségre! Újra! Ocó! Ki szólt? Ocózotni? Ki szól? Ott van a mi kis emberünk! Miért? Mit ocózokni szólt te már itt? Te ére, gyetek! Ó, Istenem, nem kell semmilyen ocó, ne fázzon láb! Nekem nem fázik, van zokni rajtam, ne félj, van rajtam zokni. Kisgyereknek nincsen kisgyerekem, nincsen semmilyen gyerekem sajnos még egyelőre. Úgyis még nincs is terben, de rokon akleni, nincs erre időm, az kell neki, rokonnak, ócó. Milyen zoknit lesz áll ő, Mikulás zokni az, hogy azt mondja bundász. Na jó. Jó az, biztos bundász kutyából van. Na jó, köszönöm szépen, majd lehet veszek, viszlát. És jelentem kell dolgozni. Csak. Oks. Na, menjünk a rindi rendőrségre, skacok. Tik-tik-tik-tik-tik-tik. Sziasztok. Hú, megjöttem. Ez a mai reggel, olyan energikusan keltem ma. Szia kolléga. Szevasztok. Főnök urat nem láttad esetleg? Láttad már ma a főnök urat? Én nem láttam. Most parkolt be. Ó, vagy ő jött meg? Szerintem ő jött meg. Főnök úr, az lássuk. Ó, igen, a főnök urat. Sziasztok. Szávasz főni. Jó napot, főnök úr. Fontos feladat vár barátok. Na és mi az a fontos feladat? Kíváncsian várom. Black, te vezeted. Én fogom vezetni az a századot? Városba éjszaka a rendet. A kijárási korlátozás során. Jaj, 8 után mi leszünk kint? Felügyelni, hogy... Aha, értem, szóval skacok, mi fogunk kimenni 8 után? És aki gondolom ott lesz, igen, írta is a főnök úr, hogy igen. Tehát aki ott lesz kint 8 után, gondolom mi fogjuk megbüntetni. Többiek megkapják a beosztást. Oké, skacok, akkor szerintem irány egy vágás, és kezdjük is a videót, és már is 8 után leszünk, úgyhogy vágjuk bele, és ne szaporítsuk tovább a szót, go! Hú, skacok, ahogy látom már esteledik, már körül, aha, már 7:30 van, ugye már 4-kor szokott általában esteledni. Úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, rengeteg papírmunkát csináltam ez idő alatt, úgyhogy eléggé unatkozok is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon kik fognak mászkálni 8 után az utcán? Kíváncsian várom, hogy vajon kik fognak mászkálni 8 után az utcán. Lássuk. Na, akkor. Skacok, akkor gyertek utánam majd, én addig elsősorban felfedezem a terepet kocsival. És mindenki akkor szerintem a városnak a... Hát szerintem azért távolodjunk el egy ilyen 20-30 méteres körzetben legyen mindig egy ember. Most így szerintem vagyunk 4-en, szóval egy ilyen... Mindenki ott lesz a városnak az egyik sarkában. Úgyse nagy a város, szóval meg tudjuk oldani. Oké, skacok? Pöröghet? Rendben. Oké, akkor ezt megbeszéltük. Na, akkor én el is indultam kocsival. Sziasztok! Hú, de menő, hogy milyenkor kiléphetünk, a többiek meg nem. Na, üljünk autóba. Ó, ebbe kevés a benzin. A másik autóba. Ebbe is kevés a benzin. Na de itt már nem kevés a benzin. Ó, na, akkor megtankoljuk a mi kis. Igen. Így, várjatok. Ó, nem tudom megtankolni. Mi az, hogy nem tudom megtankolni? Kiütöm már mindjárt ezt az egészet, aztán már. Na mindegy, jó lesz ez így is nekem. Úgysem megyünk sokat autóval. Na jó. Gyerünk, indul a mandula! Úgy mondom a főnök úrnak, hogy elromlott a cuccos. Várjatok. Ott áll valaki. Hol menjek be vajon? Az kicsoda? Az egy rabló? Várjatok, kiszállok az autóból, mert szerint nehogy észrevegyen bennünket. Mostan. Az egy rablós kacok. Az fiejétek! Mit csinál az idióta? Az hisz... Motyog magába. Nem hallom pontosan, hogy mit mond.
be kéne jutni, de hogyan? Úristen! Kajak ilyen idióta, hogy 8 után kijön, konkrétan amikor egy ember sincs az utcán, csak rendőrök, és még ilyenkor akar boltot rabolni. Elment ennek az esze. Kővel bedobja az ablakot! Jézusom, bedobta kővel az ablakot! Ne. Látok, benézek, még azért nem buktatjuk le magunkat, hát ha nagyobb hülyeséget fog csinálni. Azt nézitek. Tévéket rablunk, ahogy látom. Nem is működik. Jaj, Istenem, hát az a tévé, az nincs is bekötve. Ekkora butát. Nyomjatok egy lájkot, hogyha szerintetek is nagyon buta. De most meg egy feliratkozást, mert... Jó, figyeljetek, bejövünk mögé. Nem fog észrevenni, hogyha beosonkodunk. Figyeljetek, meg fogom ijeszteni a fegyvert, szerintem azért már be is sattintom. Csak akkor lövök, hogyha szükséges. Remélem elsőnek megijed és a földre fog menni, amikor mondom neki. Oké, amikor próbál kimenni. Figyeljetek. Most komoly, bedob egy százast. Fel a kezekkel a törvény nevébe! Álljon meg! És kajak bele akar... Te tényleg boltot akartál rabolni? És a pénztárgépből a 100 forintos bele akartad tenni a kocsiba, hogy bevásárolj. Hogy abba tedd. Itt hagytam. Mit hagytál itt? Az be kell dobni kővel az ablakot? Pénztárgépem. Itt hagytad a pipi, milyen pénztárgéped van neked? Áruld már el, édes fiam. Aha. Mit keresel kint? Amúgy. Én egy erendőr vagyok, fiam. Te pedig, ahogy látom, egy rabló, akin a maszk van. Már hogy rajtam is maszk van, de hogy úristen. Miért csinálsz ilyeneket, fiam? Hány éves vagy? Mondd el, hány éves vagy? Nem menjél el, mert lőni fogok. Figyelmeztető lövés. 12 éves vagy. Hát ez hülyeség. Hát akkor nem is lennél ekkora. 12 éves vagy. Jó, mondjuk látom a szemén, azért látjátok milyen angódó szeme van ezzel a fekete. Tejfogam van. Át akar verni bennünket. Szerintetek át akar verni bennünket, vagy nem? És adott nekünk egy tejet. Na jó van, fiam, bemegyünk a rendőrségre. Gyere. Mondom, gyere vagy lőni fogok. Gyere. Jézusom, nincs bírás. Gyere. Úristen, gyere szépen. Szépen itt a rendőrségre. Szépen, gyere utána. Menj előttem. Előttem menj. Menj előttem. Bemutatkozz. Nem az autóba megyünk. Nem az autóba. Szépen itt besétálunk. Itt van közel a rendőrség. Nem kell autóba üljél. De ahogy látom akkor ezek szerint van ebbe tapasztalatot, hogy a rendőr autóba ülésbe, hogy már egyszer-kétszer biztos elkaptak. Na, sziasztok! Nézzétek, milyen jó madarat fogtam. Azt mondja, hogy dehogy. Ismeritek valahonnan? Őt. Esetleg. Nem dereng az arca. Lopós Józsi. Lopós Józsi. Már megint itt. Lopós Józsi. De jó neved van neked. Akkor ezek szerint nem is vagy 12 éves, ahogy hallom. Ez viszont dupla bünti. Hajjajjaj. És képzeljétek el, itt a helyi bevásárlóközpontot akartak kirabolni. Hát 12 évet ültem. Ja, hogy arra mondtad, hogy 12? Is. Na jó van, Józsikám, én itt hagylak téged. Legyél jó. Majd a rendőrök foglalkoznak veled. Szia. Ekkora izét. Úristen. Na jó van. Na akkor, egy kicsit akkor körbenézünk autóval. Jó, szépen itt. Hát mi nem az úton megyünk, mi most ezt így megtehetjük. Szépen megyünk errefele. Aha, nem látunk senkit. Írjátok le a komment szekcióba, hogyha esetleg ti észrevesztek egy valami mozgást. Szép lassan megyünk, mert nincs sok benzinünk amúgy se. Hát ha észreveszünk valami furcsát. Aha, hát nem nagyon látok semmit. Nincs senki az utcán. Na? Látok, mintha hallottam volna valamit, egy kicsit kiszállok. Hé, ott egy kocsi! Ne, alig van benzinünk, figyeljetek! Állj! Törvény nevébe! Álljon meg! Várjátok, belé ütközünk! Várjátok, kiszállunk gyorsan! Fegyvert elő! Remélem azért, aha! Ők is neki ütköztek a fának. Na jó, kilövöm a kerekeket. Álljatok meg! Azaz, kilőttem a kereket.
Mi van, Lopos Józsi? Menekülni próbálsz? Mi van, Lopos Józsi? Mit csinálsz? Hova mész? Most meg autóba ülsz? Hova menekülsz? Nem menekülsz, te sehova! Álljál meg fele! Mit csináltál? Mit terveztél most így? Elszöksz a rendőrségtől? Vagy mit akartál volna? Ezt én nem értem. Nem értem. Nem csak elszöktem. Ez szerintem egy életfogytiglan. Na jó. Hanem nálam... Nálad... Van az összes fegyveretek. Milyen fegyveretek van nektek, neked nálad? Mi a fene? Szedd csak ki onnan. Mutasd. Mutasd csak. Aha, azt figyeljétek, fegyvercsempészet. Fegyvercsempészet, nem semmi van, Józsikám. Na jó van, Józsi, akkor szépen, akkor most a saját. Nem semmi, ugye ez nem baj. Dehogy baj, Józsikám, üljük ebbe az autóba be, de úgy én vezetek, gyere, próbáljuk ki. Aha, hát te is kifogytál volna majdnem a benzinből, ahogy látom. Hát mindjárt kifogyunk a benzinből, már csak gurulunk. És szépen ide begurulunk ide a rendőrséghez. Miért ide? Gyere be. Oké. Na, fiúk, kérlek, ne legyetek már lusták. Vigyázzatok rá, mert ha nem vigyáztok, akkor elszökik. És ezeket a fegyvereket meg itt leadom. Bezárom a szekrénybe. Na, a szekrénybe zárd be, a fogdába zárd be, Dávid. A fogdába, megértetted? Itt vannak a fegyverek, amik nála voltak, meg a kocsit is lefoglaltam, a rendszámot majd írjátok fel. Na jó, hú istenem, ez a nap, ezért vagy te a főnök. Hát, ja, nagyon, nem én vagyok a főnök, de, ja, mindegy. Oké, skacok, remélem, hogy nem fog történni már semmi kellemetlenség. Már a kocsiban nincsen benzin, úgyhogy körbe sétálom itt a várost. Hát, találunk még valamit. A fene. Ez a bolt, ez miért van nyitva? Aó. Ez a kínainak a boltja. Mit csinálsz? Nem lehet nyitva ám a boltod ilyenkor. Mi a fenét csinálsz ilyenkor te itt? Tudod, hogy 8 óra után kijárosi korlátozás van, ugye? Nem tudod? Nyúl 24. Milyen 24 nyúl? Miről beszélsz, te aranyapám? És miért nincs rajtad a maszk? Miért nincs rajtad maszk? Én vagyok nyúl 24. Mindig nyitva. Jaj, nyúl 24. Ó, Istenem, hogy... Azt hittem, hogy 0-24. Sose zárva. De azt tudod, hogy... hogy vannak ilyen szabályok, ilyen korlátozások most, ami így nem engedi. Magá lenni rendőr? Igen, én rendőr vagyok, és pont azért jöttem be, mert ilyenkor nem szabad nyitva lenni, és még az utcán se szabad lenni 8 után. Akkor ez lenni alattam, csíké! Mi a fene van itt neked alattad? Mi az a nagy bogárizé? Csíke! Mik ezek a... Ezek illegálisan tartott... Meg kis kínai... Ezek illegális mobok. Ezek tiltott mobok. Igen! Ráadásul az országban nem is található ilyen egyszemes halálfej. Meg ilyen nem tudom micsodák, de undorító. Találtam én is. És külön kialakított helyet csináltál neki. De ráadásul még állatkínzás is egybe. Mert hogy itt vannak az üveg mögött. Fúj, de undorítóak. Szerintetek ezek még? Nagyon undi. Jó, viszek maszk. De nem a maszkkal van a lényeg. Hát ilyenkor nem is szabadnak nyitva lenni. Önöknél lehet kapni deszkát a boltba. Jó, maszk. Deszkát lehet kapni a boltba. Az a terem, hogy... Igen, deszka. Az a terem, hogy deszkát fog nekünk adni. Fog nekünk adni deszkát, és azzal bezárjuk a boltját. Ezeket az állatokat meg... Hát én majd szeretnék majd szólni. Majd azért majd még jövünk. Én nem hiszem, hogy ezeket az állatokat így kéne tartani, de jó. Oké. Egy deszkát szeretnék öntől kérni. Mi a fenéket árul ez? Jézusom, milyen halakat, meg mit tudom én iket. Jézus Máriám. De undorítóak. Atya világ ereje. Tükör, meg mit tudom én micsoda. Deszkát tessék. Jó, akkor adjon már nekem valamit. Komolyan mondom, már én fogom bezárni a boltot. Ó, kaptunk deszkát. Nagyszerű. Na jó. Akkor... Hivatalosan is bezárom a boltját.
Remélem, hogy nem bánja. Ó, kaptunk még deszkát is, köszönöm szépen. Szóval bezárom a boltot, de... Deszka mimpség. Bocsánat, Wu bácsi, majd reggel jövünk, addig tessék itt aludni a vadállataival, semmi baj nem fog történni. Oké, reggel nyitok. Rendben, rendben, nem baj. Jó, addig bezárjuk a boltot. Lesz a maszk. Oké. Ugyan, srácok, lányok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy esetleg tetszett ez a rendőrös videó, és szeretnétek még több rendőrös videót látni, akkor ne felejtsétek el dobni egy óriásan egy lájkot. Én Black voltam, legyetek jók, sziasztok!